ez egy rendhagyó videó lesz, ugyanis most a videó végétől kezdődik a videó eleje. Most be fogok nektek mutatni egy Golf 2-es fényezést fázisaiban. Kiragasztás, kicsiszolás, kisteklizés, hogy készül el egy autó, és a végén, miután elkészült, fogok mondani egy pár mondatot erről, ugyanis nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hogy készül el egy autónak a fényezése, illetve milyen fázisokba készül el. Ez most egy ilyen kicsit kinagyolt videó lesz, de ez egy Golf 2-es fényezés lesz, amit a tulaj készített elő. Úgy történt a dolog, hogy egy régi barátomnak az autója, ő előkészítette, lealapozta, közbe-közbe kérdezett, hogy mit, hogy kell. Elmentem, megnéztem, vállalható állapotban volt, és akkor elvállaltam ennek az autónak a fényezését, és hát így kezdődött a mi kis közös karrierünk ezzel a kis golfocskával, és hát itt a videóban be fogom nektek mutatni a teljes sztorit, hogy milyen fázisok voltak a lealapozott autótól, ami megérkezett hozzá. Valahol zene lesz, valahol alá narálok, és a végén egy összefoglaló pár mondat lesz. Ez csak egy kis érdekesség, ha valakit esetleg érdekelne, akkor ne nyomjatok el, tartsatok velünk, és ami fontos, a dögvéshopban tök jó dolgokat tudtok vásárolni. Na, lássuk! Autónak a bal sarka nem olyan szépen volt megcsinálva, ezt kérte a tulaj, hogy javítsuk bele, szépen bele lett javítva, ami nem más, mint úgy nézett ki, hogy Forcier kékszínű soft kittel bele van csiszolva, majd szépen el lett húzva az a hézek teljesen, majd belehúztunk először gitterőlappal, majd pedig kézzel egy új élt, ami utána természetesen, itt majd láthatjátok, itt kézzel vissza van belehúzva az él. Majd láthatjátok, hogy kétszer meg kellett ismételni, szépen visszahúzni az élt, jó vastagon, így lehet szépen kifaragni, és láthatjátok, hogy szépen ki lesz teklizve autónak ez a sarka, ugye a hátfal javítva volt ezen az autóm, és ez egy nem volt egy szebb pontja, de nem vészes. Itt pedig láthatjátok, hogy az autó ki van kontrollporozva. Ez a kontrollpor, ez azért szükséges, hogy az anyag itt közben láthatjátok, hogy már bele van javítva, filerezve a kész sarok elem, ez sokkal kulturáltabb lett, mint volt. Na visszatérve, a kontrollpor, úgy hívják ezt a cuccot, amit itt rákenünk, ez egy kontrollpor, ez kérlek szépen acél szolgál, hogy a alapozót ne koptassuk ki, illetve lássuk, hogy meddig kell kicsiszolni. Ezt lehet egyébként több dolog a helyettesen is, ez egy ilyen kész tud, és ezzel lett átporozva az autó, illetve kézzel ki lett csiszolva. Tehát ki lett steklizve az egész autó, ahogy itt láthatjátok, és utána szépen le lett finomítva az autó többi része is. Motorászat is le lett kontrollporozva, szépen, és úgy szintén ki lesz steklizve, mint az autónak, a többi részek az autónak, minden egyes eleme ki lesz steklizve, és utána szépen vissza lett finomítva. A steklizés az 320-as kemény steklivel történt, a visszafinomítás pedig interfész, körgép, 400-600-as papírral.
De egyébként nem kell megijedni ott a megkopásoktól, mert nagyon sok helyen megkopott az autó. A fehér rész, ami ott világít, az az epoxi alapozó. Ezt egyébként későbbiekben még egyszer átfiereztük, ezt a motorászatot, mert utána is tekvisztük. Tehát ez kétszer lett alapozva. Még kell róla tudni. Itt pedig már a kamerában láthatjátok az autót, kiragasztás után ki van papírozva. A kamerának a fédje sajnos így viszi a lámpát, látjátok a falcok, oszlop, autó alá van ragasztva, hogy ne porozódjon be az autó alja. Korrektül ki van ragasztva, jó kis dinós papírral. Ott láthatjátok a kollégát a háttérbe, szépen mindenhol ki van ragasztva rendesen, hogy ne poroljon alá, illetve a koszt nehogy fölfújja onnan, látjátok? Így kell csinálni. Eleje is. A motor az autóban benne van, a motortér már korábban a tulaj által ki lett fényezve, a dínos papír, mindenki által kedvenc dínos papír, illetve az autónak az utas terét szintén a tulajdonos fogja kifényezni. Ez nem volt kérés, külső, illetve elemek kívül belül ezt ezerféle szögből meg fogjátok tudni nézni. Egyébként a Polishernek nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a kamerájukban, illetve helyszínen tudtam dolgozni itt a közös kooperációval. Itt is meg tudjátok nézni a kicsi szólt lezsírtlantott autót, amit mindjárt fújunk lefele. Egy fért mögé forgatóval, illetve az első kötéllemez fért mögé. Szerintem elég korrektük lett az autó ragasztva, az első kötéllemez ezt a tulaj rűcsiszte le, illetve a tankajtó még oda fölfért, és lassan elkezdődik a várva vált fújás. Ez a ragasztás egyébként el se hiszitek, hogy mennyire időt rabol, tehát alaposan meg kell csinálni. Ez a második kör volt, kérlek szépen a kamerába, légy! Láthatjátok a
géptetőforgatón, illetve a sajnálom a fényt, hogy így fut, sajnos a LED-del nincsenek békében a kamerának a frekvenciája, ezért tűnik ilyen vibrálónak, ezen pontosan is jár. Így láthatjátok még a shaverdeckot, főrakni itt a shaverdeck, fő van helyezve, forgatóra, ki van rá, ragasztva, tulajdonképpen nem lett szélebb szedve, mert így is problémás lett volna az összerakása, és akkor utána gyakorlatilag láthatjátok, hogy ez az utolsó kör, ami bekerült a kamrában, és mindjárt megláthatjátok a kész munkát kint a napon, amit összegzem a mondani valómmal, hogy milyen lett, és ti is tudjátok értékelni, vagy megnézni, hát hogy milyen lett. Forgatón kell fújni, ugye kívül belül lesz fényezve ez is, illetve az ajtók is. Jó, pont. Igen. Na szóval, sziasztok! Itt vagyunk a kameránál. Meg lehet mutatni? Itt vagyunk a kameránál, a kamera túloldalán van a hölgy tulajdonos, aki nagyon sokat segített a projekt elkészültében. Innen is hálás köszönet. Megkezdjük a kettesből fogni. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy milyennek a menete. Nagyjából gyorsan elvázolom ennek a menetét. A tulaj készítette elő, minden ámmal. Kellett azért javítani a dolgokba, a gépjétő és a két elhajtó fényerezve. Nagyon vékony volt itt a hátulja, hogy egy-két pici volt, az újra lett hittelve és bele lett fillerezve, bele lett javítva a projektbe. Közben itt nappal szemben vagyunk, semmi sem fogsz látni. Gyári szére lett fújva az autó. W90E. És Noble akrillal lett fújva és Horsier lett felül lapkozva. Meg szokták kérdezni, és hivata pisztolya lett fújva, nem szatával, igen, ezt külön ki kell ízélni, emelni, mert ebben a műhelyben nem lehet szata pisztolyt bevinni, csak hivatát. Szerintem amúgy összhatásában nagyon szép az autó, akár oké képes is bőven. Egyenes oldala, betegye mindene. Köszönhető ez, hogy az egész autó ki lett steklizve. Sibed a kívül belül. Mindegy, nem a sérjelben a kívül belül a gépető, kívül belül a salmi, kívül belül az ajtók lettek fújva kívül belül. Nagyon szép gyárias hatása van, és minden látjátok a laptól tök szép húsos vastag lett a fényezés. Nem tudom, rengeteg kérdést szoktatok föltenni, most egy sült persze eszembe, amivel szoktatok bombázni. Össze lett akasztva, nincs összerak, most össze van akasztva, a tulajdonos fogja összerakni, ő fogja befejezni. És biztos, hogy sokszor fogjátok látni különböző rendezvényen. A cél az az volt, hogy egy ilyen szép állagú, szép minőségű fényezés kapjon. Ezt sikerült is elérni. Az autó polírozásmentes. Ezt mindenki kell hangsúlyozni, sok károgolnak. Szemét és polírozásmentes a jármű. És igen, ilyen fénye van. Ja, még a másik kérdés, hogy a nedvesen nedvesbe fújva az akrimétának a lakolás, ezért ilyen szép húsot vastag, viszont hála Isten jó idő van, így a száradást megkönnyített ez a gyönyörű szép időjárás, és sokkal tartósabb, nem fog úgy megfakulni, tehát sokat dob rajta, hogy le van lakkozva az akrifesték. Érdemes meg esetleg, hogy elmondom, Dani hölgyem, vagy összeint elmondtam mindent. Körbeveszed mindjárt. Igen, igen. Addig nyugodtan vett körbe, és akkor én meg valamit stand-up-olok, hogy ne legyen. Nézzünk bele, mert nem tudjuk milyen. Igen, nézzünk bele az oldalában, mert nem tudjuk, hogy milyen, és megpróbálom, hogy picit annyira megfajtani az ajtót, hogy csak ennyire, de nem tudjuk. Igen, ott... Be van gombócolva, hogy nehogy nem tudjam húzat. De érdemes volt kisteklizni az oldalát, meg mindenét, hogy és ha megérdítek a géptető is milyen szép. A fülketető is, tehát minden egyes része tök szép lett. Hála Isten egyébként, amíg az autó egy nagyon jó alap volt, azért azt érdemes hozzátenni. Tehát nem volt egy agyonlakatolt, agyonvert, agyontörött szardarab. Tehát megérte a belefektetett munka
szerintünk teljesen. És igen, láthatjátok, ezt is mindig megjött, a cuki dínos takarópapír, ez van széveskés verzióban is, meg dínos verzióban is, egyébként nagyon jó vele dolgozni. Nekem is itt a fényezős csaj, aki fog írni a kamerát, ő által a sikerült nagyon kiváló papírt beszereznem, és az autó belsője még a tulajdonosra vár, azt ő fogja majd magának lefényezni, ebbe szólt a deal. Nagyjából szerintem elmondtam mindent, amit érdemes elmondani. Szerintem úgy a képek meg így a cuccos magáé beszél, és végre ugye a kamerában láttatok egy csomó videót, illetve még nem biztos, hogy láttatok, mert ezt látni egyben fogom felrakni, hogy ott sárgás, ott a fémia. Itt azért látszik, hogy az autó valóban fehér-fehér, nem pedig lent sárga. Ennyi. Örülök, hogy egy ilyen szép projektet sikerült végighez vinnünk, így közös kooperációval mondhatom, és bármi kérdése, hasvágyása, mert nyugodtan felteheti, és tudok benne, vagy a kollégák tudok benne segíteni majdan. Hát ennyi. Ennyi. Nem tudom, mennyire látszik, de szép.